Légy áldott Úr Jézus Krisztus azért, hogy a tiédet szereted. Légy áldott azért, hogy azzal az ígérettel mentél el ebből a földi életből a mennyeibe, hogy velünk maradsz. És köszönjük, hogy ez évtizedeken, évszázadokon keresztül bátorítól volt a te hívő népednek. Köszönjük, hogy a kísértések, nehézségek, próbák közepette a hívő ember megérezheti azt, hogy te valóban jelen vagy az életében. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, amikor a hitetlenség ennek ellenére felülkerekedik. Amikor mi meg akarjuk neked magyarázni, hogy milyen nehéz, holott te ezt tudod, és te nem zsákba macskát kínáltál nekünk, hanem világosan megmondtad, hogy a hívő élet nehéz lesz. És lesznek küzdelmek, és lesznek harcok, de te szeretnél felkészíteni bennünket az örökké valóságra. Köszönjük, Urunk, hogy erről is tanítasz. Köszönjük, hogy a végidőkről is beszélsz nekünk. Köszönjük, hogy elmondod, hogy hogyan kell kitartani, hogyan kell melletted maradni. És Urunk, hogyha most úgy látsz bennünket, hogy megbotlottunk, vagy elestünk talán, akkor téríts meg, újra kérünk. Állíts helyre újra a te szereteted, az vonjon vissza te hozzád, és ne engedd, hogy eltávolodjunk és hátat fordítsunk neked. Kérünk téged, hogy a te drága szent lelked, az legyen itt közöttünk, és az én emberi gondolataimon keresztül áld meg ezt az órát önmagaddal, Urunk, hogy meglássuk magunkat, és megértsük, hogy miben kell nekünk kitartónak és várakozónak lenni. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának a 24. fejezetéből, a 9. verstől a 14. versig. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságból minden népnek, és akkor jön el a vég. Ennek az alkalomnak az a címe, ennek az ige hirdetésnek, hogy a lélek nélküli egyházi élet. A hívő életben való járást, a hitben való járást mindig vannak dolgok, amelyek veszélyeztetik. Mindig vannak olyan dolgok, amelyek ki akarnak bennünket zökkenteni, hogy mi ne ragaszkodjunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki beleszólt az életünk. És most egy olyan témával fogunk foglalkozni ebben az utolsó előadásban, amely nagyon kellemetlen, és nagyon napra kész, és sokakat érint. Hát, ugye hívők gyűltünk össze csendes napra. Ugye hívben járok, jöttünk el erősödni, és jöttünk el azért, hogy felbátorodjon újra a szívünk, hogy tovább mehessünk. Hogy a harcban megálljunk, hogy Jézus Krisztus nevére dicsőséget hozzunk, és ne szégyent. Azzal kezdi Jézus Krisztus ezt a gondolatsort, hogy akkor, mikor. Mindig is érdekelte az embert, hogy mikor lesz vége a világnak, mikor lesz vége ennek a földi létnek, mikor jönnek el a végidők. Mindig is érdekelte a tanítványokat is, és érdekel bennünket is, foglalkoztat, és keressük, kutatjuk, feltesszük néha a kérdést, hogy meddig? Meddig még? A keresztények történelmében sokszor voltak nehéz idők. Sokszor találkozunk a történelmet szemlélve azzal, hogy üldözték őket, hogy bebörtönözték őket,
hogy megkínozták a keresztényeket, hogy oroszlánok elé vetették, vernek be, hogy kinevették a keresztényeket, hogy elhurcolták őket. Mi a saját bőrünkön is tapasztaltunk hasonlókat, amikor nagyapáinkat elvitték, amikor nem kíméltek senkit és semmit, hanem vitték azt az embert, aki fogható volt, és munkára fogható volt. Pál apostol fénykorában van, amikor ő elkezdi üldözni a keresztényeket. Kitanul, minden tudományt magába szív, és bátran, és kimagaslóan, és magát kiemelve üldözi a keresztényeket, és öli őket. És erre büszke, amikor fel tud mutatni valakit, hogy na itt van, hoztam azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. A 9. versben azt olvastam, hogy akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Testvérek, a kemény bánásmód mindig megtisztította a hívő népet. A kemény bánásmód, amikor volt, akkor a hívők egyben voltak, kitartottak, akkor imádkoztak. Akkor hálát adtak azért, hogyha egy napot túléltek békességben, és dicsőíthették az Urat aznap. Senki nem mert a hívők közé elegyedni, akinek nem volt átadott élete. Akkor sem, és ez most is így van. Mindig kirekesztve tartják azokat az embereket, akik hitben járnak. Te más vagy. Te megváltoztál, te olyan szenteskedő vagy. Ez a világ tapasztalata a hívő emberekről. Akik megtértek, azok pedig sosem bánták meg azt, hogyha Krisztusért üldözték őket. Sosem siránkoztak azért, hogy hát engem azért üldöznek, mert én megtértem. Dicsőségnek tartották, és dicsőségnek tartják ma is. Mert ma is vannak olyan helyek, ahol üldözik az Isten hívő népét. Ahol egyik órában még él az apa, a másik órában már nincs otthon. És lehet, hogy majd csak az Isten országában találkoznak a családtagok vele. Szóval lehet, hogy az Isten népének a létszáma időközönként csökkent, az üldözések során, vagy csökkent talán, de lelkileg az üldözések során mindig megerősödött az Isten népe. Mindig ragaszkodó volt az ő Urához. És ma is van gyűlölet, ezt nem kell elhallgatni, és ma is van kirekesztettség, és ma is van olyan, hogy kinéznek valahonnan, és ma is van olyan, hogy nem akarnak felvállalni közösséget az Isten népével. Ez ma is van. Lehet, hogy nem olyan helyen élünk, ahol gyilkolnak emiatt, de a szavaival nagyon sok ember gyilkosként válik az Isten hívő népével. A fogadjuk el egymást, toleránsak legyünk, szemlélet az virágzik. Csak a hívőkkel szemben nem virágzik. Őket nem lehet elfogadni. Őket még egyházi berkekbe is kinézik. Az egyházi iskoláinkat nézzük meg. Adjunk hálát Istennek, hogy Kárpátalján élünk, és még valamilyen lelki szemlélet van az egyházi iskolánkban. Mert ahogy nyugatabbra megyünk, ott már nincs. Ott már innen elvándorolt tanárok arról számolnak be, hogy ha hívő vagyok, akkor jobb, ha ott hagyom azt a munkahelyet. Mert becsületesen nem tudok ott tanítani. Mert ott hazudnom kell és csalnom kell. És olyan dolgokra akarnak rászedni, ami nem fér össze a hitemmel. Nem fogadják el a hívő embert. A keresztény tanárt. A keresztény szemléletet. Keresztjének Krisztus nélkül nagyon sokszor tapasztalunk és látunk ilyet. Nehogy megsértsük a másik vallást, akkor el sem mondjuk, hogy mi kiben hiszünk. Van
tapasztalunk ilyeneket. És ma is vannak üldözött helyek. Testvérek, mikor van az akkor? A sátán rájött arra, hogyha üldözi az Isten népét, akkor azok egyre inkább összefognak. És nem bánják, hogyha üldözik őket. És mivel ennek a világnak, ugye a két szellemvilág uralkodik a világban, a sátán az rájött, hogy hát akkor meg kell próbálni valahogy másképpen hozzájuk férkőzni. Mert ha üldözöm őket, vagy üldöztetve vannak, továbbra is hídben járnak. Nem tagadják meg. Biztos van, aki megtagadta annak idején is, meg ma is, de többen nem tagadják meg a Krisztust. És a sátán rájött a technikára, és azt mondja Jézus Krisztus, hogy akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Hát akkor belül kell gondoztani. Akkor el kell kezdeni a hívő embereket, a hívő közösséget, kell belül bomlasztani. Akkor máshogy kell őket elnémítani, hogy ne beszéljenek Krisztusról. Akkor máshogy kell őket üldözni. Akkor máshogy kell kivenni a szívükből az első tüzet. Máshogy kell feléjük közeledni. Olyan módon, amilyen módon ma teszi a gonosz a hívő közösségekben. Mikor van az akkor? Ma van. Ez az ige szakasz rólunk szól. Rólunk beszél Jézus Krisztus. A tanítványai tanította, de ma rólunk szól. Azt mondja Jézus, hogy akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Nem a hitetlenekről beszél, hanem a mi közösségeinkről, a mi családjainkról, a mi életünkről beszél. Nem kell ahhoz börtönbe kerülni, hogy valakinek a hitét ellehessék. Nem kell ahhoz börtönbe jutni, vagy kivégzés előtt állni, hogy valakit eltántorítsanak a Krisztus követő élettől. A jó módban, a jó létbe kell őket belevinni. A hívő embereket meg kell engedni, hogy elkényelmesedjenek. Meg kell engedni, hogy ellazuljanak. Olyat kell kínálni nekik, amitől elvarázsolódnak. Ehhez kell, hogy a hívő emberek elaludjanak. Hogy langyosak legyenek, amiről olvasunk a Jelenések könyvében. Amiről azt mondja az ige, hogy kiköpöm a számból a langyos. Ha hideg vagy meleg, az jó. Ha hideg elkárgozik, ha meleg, forró, akkor az Isten országa az övé, de ha langyos, az nem az enyém, azt mondja az Úr. És a sátán eléri a célját a hívő családokban, közösségekben, hogy meglangyuljon. Hogy elgyengüljünk, hogy ne legyen kedv bizonyságot tenni, hogy ne legyen kedv elmenni és dicsőíteni az Urat. Ne legyen kedv közösségben lenni azokkal, akik szintén hitben járnak. Hogy a szív elhájosodjon, hogy elkényelmesedjen a hívő ember is. Ez nem ma van. Nem ma van ez, testvérek. A közösségeknek a 80%-a külföldön keresi meg a pénzt, ami nagyon jó. Áldás. Isten egy áldás eszközeként az életünkbe adta ezt a lehetőséget. De mi történik ugyanakkor az áldással? Elkényelmesedik az Isten hívő népe, a férfiak, akik külföldön keresik meg a pénzüket, elkényelmesednek. Nem látnak, hogy járok Isten tiszteletre, vagy nem járok Isten tiszteletre. Nem látnak, hogy olvasok Bibliát, vagy nem olvasok Bibliát. Minden negyed évente megrendeljük a mai ige kiadványt. Nem azért, mert nincs tőle jobb. A Biblia sokkal jobb tőle. De mégis sokan szeretik olvasni. 600 példányt kérünk belőle. Volt
amikor a 600 nem volt elég. Nem győzték a kilincset átadni egymásnak a hívők, hogy még kérünk, még kérünk. Most is ott van az utolsó negyedéviből az asztalon. Több, több darab. Már nem kérünk. Már megszoktuk. Annyira jó volt, annyira szólt az Isten. Már megszoktuk. Már nem nyitjuk fel. Most van az akkor, amikor olyan kihívások előtt áll a hívő ember, és olyan csábítások vannak az ember életében, amelyek ellanyítják a hitben való járásban. Amikor nagyon sokszor megengedi magának a hívő ember azt, hogy a bűn az nem mindig bűn. Amikor kiegyezik egy ember a bűnnel. Amikor megalkuszok a bűnnel, amit valamikor Isten szent lelke nagyon világosan azt mondott arról, hogy az bűn. Mi megszokjuk. Amikor a kegyelem az már nem lesz olyan nagy dolog nekünk, hogy kegyelmi idő van. Hogy kegyelemből élünk. Amikor már nem emlékszem arra a tűzre, amivel Isten megragadta az én szívemet, és gyújtott bennem tüzet, forró lángot, amikor égni tudtunk az Úrért. Emlékszünk ezekre? Amikor mindenre jutott idő, időhiányról volt szó délelőtt az Isten tiszteleten. Érdekes, hogy amikor a tűz ott van, a lélek tűze a szívben, akkor jut idő Istenre, a családra, a szolgálatra, az evangélium hirdetésére, jut idő mindenre. Kérdezem, hogyha ez a tűz, az alám hagy. És a sátán ezt nagyon jól tudja, és meg is lovagolja az életünkben. Nem majd lesz ez az idő, amiről itt Jézus Krisztus beszél, hanem ez az idő most van. És nagyon világosan beszél erről Jézus, hogy miről szól ez az idő? Akkor sokan eltántorodnak, elárulják, és meggyűlölik egymást. Amikor börtönbe kellett menni, akkor nem tántorodtak el. Amikor börtönbe kellett menni, akkor a hívők nem gyűlölték egymást. Amikor a kivégzésre kellett menni, akkor nem haragudtak egymásra a hívők, hanem internet nélkül adták az információt, hogy imádkozzatok. Nem azért, hogy megmenekülje, azért, hogy énekelje, hogy dicsőítsem az Urat, hogy áldjam őt, miközben kivégeznek, és ti tartsatok ki. Most inog a hit a szívekben, és inog a hit a gyülekezetekben. Inog a hit a közösségeinkben. Biblia óráinkon. Inog a hit a szabadult emberek szívében. Amikor Isten megszabadított téged, és azt mondtad, hogy áldom az Isten bárányát, inog a hit. Megrendül a hit. A kényelmes idők miatt megkérdőjeleződik sokszor bennünk még a megtérés is. Hát vajon megtértem? Már nem is emlékszem. Megtértem, vagy nem tértem meg? És kellenek az új dolgok. És erre vágyik az Isten hívő népe is. Új dolgokra. Minél több új dolgot. Testvérek, ha a Bibliától újabb dolgot lehetett volna kitalálni, akkor már nem fedezték volna fel? Nem hozakodtak volna elő, hogy itt egy újabb, ami meg fogja tartani az Isten népét? Nem tart meg más, csak a Biblia. Jézus Krisztus. Ezek a kivetítők új dolgok, de a Biblia ugyanaz. Ugyanaz. És abban ugyanazok az igazságok érvényesek voltak Ábrahámra, és érvényesek voltak az elődeinkre, az őseinkre, és ránk is azok érvényesek. És én nem tudok olyan ifjúsági órát tartani, amiben újat mondanék a fiatalságnak, bár ezzel van meg bolondulva nagyon sok ember, hogy újat kell nekik mutatni.
nehézségben, a bajban mihez kell nyúlni? Látják rajtad, hogy te mihez nyúlsz, amikor bajban vagy? Látják, hogy te Krisztusban bízol? Elmondtad nekik? Amikor annyi sok a hamis proféta, akkor elgyengülnek a hívők. Mert a hamis proféta az sok. Egyre többen vannak. És a hívő ember vágyfülű lesz. Szeret hamis tanítást hallgatni. Szeretjük a hamis tanítást. A Bibliában van az igaz tanítás. Ott beszél nagyon világosan Jézus Krisztus, a proféták, Pál apostol arról, hogy mi az igazság. És mi megyünk és bekóborlunk mindent. És szeretjük hallgatni, amikor tömegeknek, ezreknek, tízezreknek prédikálnak. Jézus Krisztus az már nem olyan izgalmas. Többször járt a misszióban egy fiatal ember, akinek Isten tüzet gyújtott a szívébe. Nagyon sok mindent helyzetett az életében. De mindig várt az Istentől, mindig követelőzött, hogy ezt sem adtad még meg, azt sem adtad még meg. Most nagyon boldog, mert a hit gyülekezetébe jár. Mert ott sokan van. Mert ott tapsolnak. Mert ott van látvány. Mert ott lehet, hogy van tanítás is. Nincs kizárva. De hamis. Hamis. És erről beszél Jézus Krisztus. Lesznek hamis proféták. És ez tetszeni fog az Isten népének. És el fogják őket tántorítani. Téged honnan tántorított el a gonosz? Mert erről beszél Jézus. Korintusiakhoz írt levélben azt mondja Pál 2 Korintus 11-13, mert az ilyenek állapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat, nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Egyértelmű, hogy van hamis tanítás. A kérdés az, hogy én hová vágyok? Én mire vágyok? Mit szeretnék hallani? Nagyon sokszor a kívánságainkat soroljuk, hogy én ezt szeretném hallani. Én arról szeretnék hallani. Jézus Krisztus úgy szerette a világot, hogy meghalt érted. Ezt már megszokta a fülünk. Ezzel már úgy el vagyunk. Extra élményre vágyik nagyon sokszor a hívő ember is. És megingatnak a hitben sokakat, hogy vajon valós-e a Jézus Krisztusban való hit? Vajon valós-e, akit te követsz? Hát vajon nem igaz, amit máshol mondanak? Látomások, természet fölötti élmények, hamis lélek álcázva, eredmény nélkül kézrátételek, annyi mindent lehetne itt sorolni, ami az Isten hívő népét meggyengíti és széllyel bomlasztja. Hallunk ezekről, látjuk ezeket, és azt mondjuk, hogy igaz. Közben Jézus azt mondja, hamis. Hamis, mert nem biblikus. Hamis, mert én nem tanítottam nektek. Hamis, mert én nem hagytam ezt rátok. Hamis, mert nem mondtam, hogy ezt cselekedjétek. Mi nem tudunk megtérni testvérek, hanem mindannyian, akik megtértünk, Jézus Krisztus térített meg bennünket. Vonzott az Atya lelke. Vonzott a lélek bennünket, és ezért tudtunk megtérni. És ezért tudtunk megszabadulni, és ezért tudott újjászületni az élet. És nincsen szükség különböző dolgokra a megtéréshez, hogy látványokat lássunk. Nincsen szükség arra, hogy a fiataljaink extra élményekben vegyenek részt.
Nincsen szükség, hogy terheljük egymás szívét és életét. Jézus Krisztusra van mindenkinek szüksége. Azt mondja az ige, ahogyan vettétek a Krisztust, aképpen járjatok. Emlékezzetek vissza, amikor vettétek a Krisztust, amikor megszólította a szívedet, amikor megragadott téged abban a nyomorban, amiben voltál, amit vetted, hogy vetted? Hát úgy jár. Úgy jár minden nap vele. Aképpen. És hogyha kérdéseid vannak, akkor a keresztnél ma is van válasz. A keresztnél ma is van megoldás. És a kereszthez nem csak úgy lehet menni, hogy én szeretnék megtérni, hanem lehet úgy menni, hogy én meginoktam és szeretnék visszamenni. Kérdéseim vannak. Bizonytalan lettem. Eltántorítottak engem, mert a Bibliával nem foglalkoztam annyit, amennyit kellett volna talán. És a sárkányra sikerült elidegenítenie. Amikor elgondolkodtam ezen az ige szakaszon, akkor az a gondolat foglalkoztatott, hogy én a legtöbb bántást a hívő emberektől kaptam. Nem értetlenek. A legtöbb bántás a hívő testvéreimtől érkezett. Mennyi ember nyúl tisztátalan eszközökhöz, és felülkeretkedve bírálgatja a hívő társát. Már megengedjük magunknak. A gyűlölet, a gyilkos indulat az ott van a hívő emberek szívében is. Nem szeretünk erről beszélni, meg nem teszünk erről bizonyságot, hogy az elmúlt időszakban mennyi gyilkos indulat foglalkoztatott bennünket, de ott van. A hívő társainkban keressük a hibát, az okokat, hogy én miért nem járok, miért nem megyek. Megmagyarázzuk Jézusnak is, hogy azért nem megyek, mert ő olyan. Gyűlöljük egymást. Nem szeretjük egymást. A gonosz terveit elérte. A hívők között zűrzavart kelteni. Zűrzavart kelteni. Haragudjatok egymásra. Pedig tudjuk az igét, haragudjatok, de ne védkezzetek. Azt szokták kérdezni tőlem, hogy ez mit jelent. Hát azt jelenti, hogy nem haragszom, nem? Nem azt jelenti? Mert ha elkezdek haragudni, már védkeztem. Akkor megyek a kereszthez újra, és megmondom, hogy bomlasztja az életemet a harag. A gyűlölet, az énem megint felülkerekedett, megint előtör. Rendkívül hiszékenyékké váltunk, és az ember mindig is ilyen volt. És ettől, hogyha hitben jársz, nem vagy megvédve. A hiszékenység az ott van a mi szívünkben is. És ezeket éljük át ma, amikor azt mondja Jézus, hogy akkor, ezeket éljük át ma. Most van az akkor az életünkben. Napjainkban teljesednek be ezek, amikor meggyűlöljük egymást, amikor szeretetlenek vagyunk egymás iránt. Tudod, mit kell tenni? Emlékezni arra, hogy miből szabadított meg Jézus, és mit ígért neked. Mindenkinek ígért valamit. Én azt tudom, amit neked ígért. Neked mit ígért? Mert újra vissza kell erre emlékezni, hogy mit ígért Jézus. Hogy mivel tanácsolt téged, hogy mivel indított el a hívő életedre. Na, újra oda visszamenni, és ezt a megkeményedett, gyűlölt szívet, ezt lerakni a Krisztus keresztjéhez. Uram, nem bírom. Uram, eltántorodtam. Uram, megnehezedett az életem. Meghájasodtam. Foglalkozunk mi a külső hájjal, a lelki elhájasodással foglalkozunk. Amikor ilyen lelki kövérek lettünk. A lélek a megtéréskor nagyon-nagyon tisztán szólt. Ugye? Nagyon tisztán szól.
Mindenki emlékszik arra a pillanatra. Olyankor nem volt harag, örömkönnyek voltak. Emlékeztek? Én emlékszem sokaknak az arcára. Az örömkönnyekre. Amikor a gyűlöletnek helyesen volt. Amikor az volt a legfontosabb, hogy értem, szerencsétlen emberért meghalt az Úr Jézus Krisztus, és feltámadt. Örömkönnyeitek voltak. És örültetek napokig, és újongtatok. Mindig a bibliai igazságait kell újra elővenni. És mindig a bibliai igazságait kell mérvadónak tartani az életünkben. Nekünk biblikus hívőknek kell lenni. Nekünk nem valakiket kell követni, hanem a Biblia Istenét kell követni. Nekünk nem személyek után kell menni. Nekünk nem különböző helyeket kell bejárni, hogy én hol érzem jól magam, meg hol nem érzem jól magam. Lehet, hogy ahol jól érzem magad, nincs ott az Isten lelke. Oda menj, ahol a Biblia Istenét hirdetik neked. Menj be a te belső szobádba, ha nincs meg az a hely, és olvasd. És újra találkozz vele. Mivel pedig a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Nem csupán bennünk sokasodik meg a gonoszság, nem csupán bennünk hidegül meg a szeretet, hanem körülöttünk. A körülöttünk élőkben. Ezt tapasztaljuk és látjuk. Ilyen a közfelfogás, ilyen az erkölcs. Így él a világ, és ez hat ránk. Hat a gyermekeinkre, hat a családjainkra, hat ránk a munkahelyeinken. Tudjátok, hogy a világ beteg emberekkel. Mindenki beteg. A kisgyermekek betegek, lelki betegek. Tele vannak a hívők betegségekkel, és nem testi betegségekkel, bár lehet, hogy már a 10. orvost járod, lelkileg vagy beteg. Lelki betegségeink vannak, amelyek testi tünetekben jelentkeznek egy idő után. Beteggé válunk, és beteggé tesszük magunkat, és beteggé tesz a sátán bennünket. Akik valaha kaptuk Krisztust. Embertelenné lett a világ. És lelkileg robbannak össze az anyák, az apák, a gyermekek. Nincs olyan közösség, amelyben ne tudnék arról, hogy hány személy szed antidepresszáns. Egy tabletta. Csak egy tabletta, hogy jobban legyek. Mert a lelkem beteg. Ki tud ennek a sok gonoszságnak ellenállni? Hogyan lehet ellenállni a sok-sok gonoszságnak? A gonoszság az, ami megfojtja a szeretetet egymás felé, mindig. Forró kéne legyen a szeretetem, a házastársam iránt, a gyermekem iránt, a családtagjaim iránt, a hívő testvéreim iránt, a gyülekezetem iránt. Forró kéne legyen a szeretet. És mégis mindig arról beszélünk, meg azt mondjuk el, hogy XY-t miért nem szeretem. Forró szeretettel? Hát arról nem is beszélünk. Miért nem szeretem? Ezt mindannyian érezzük, és erről beszél Jézus Krisztus. Erről beszél, hogy meg fogtok hidegülni, és el fogtok kezdeni gyűlölködő életet élni. És azt mondja az Úr, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Jézus elmondja a megoldást. Hogy mi a megoldás? Hívők, hitben járók. Ezek vannak. Létező dolgok jelen vannak a családjaitokban, a családomban, a gyülekezetétekben, a gyülekezetemben. Jelen lévő dolgok. De a megoldás, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az a szó, amit itt használ Jézus Krisztus
a kitart szó, annak az a jelentése, hogy aki mindvégig alatta marad. Így próbálják egyesek lefordítani. Aki mindvégig alatta marad ezeknek a terheknek, amelyeket említettem. A gyűlöletnek, a szeretetlenségnek, az ellibegedésnek. Hogyha te alatta maradsz ezeknek a dolgoknak, akkor üdvözlősz. Nem azért imádkozzunk, hogy az Isten szabadítson meg bennünket a nehézségektől, hogy szabadítsa meg az életemet a nehéz emberektől. Hát azok érted vannak. Érted van a nehéz ember a környezetedben. Mikor erre felismert, erre felfigyeltem, és mikor ezt felismertem, nem hittem, hogy értem. Ne szabadítson meg Jézus a tehertől, mert nem ígér tehermentes életet. Maradj alatta, és tarts ki, hogy üdvözülhess, hogy az Isten országába kerülhess. Küzd meg vele, küzd meg a gonoszszal, szállj harcba vele, amikor jelentkezik. Harcolj magadban, amikor látod, hogy ingerült vagy, amikor látod, hogy szeretetlen vagy, amikor látod, hogy megingott a hited. Kezdjél el harcolni magaddal. Erről beszél itt az Úr Jézus Krisztus. Maradj alatta, és tarts ki. Megsokasodott a gonoszság a családunkban, a közösségeinkben, a gyülekezetben, ahol élünk, ahová lehet, hogy szeretünk valamikor járni, de nem biztos, hogy már szeretünk. Megsokasodott a gonoszsága a faluban, ahol jöttünk, vagy a városban. Megsokasodott a gonoszsága népünk között, a világban. Ez jelen van. Ez ott van. Ezt érezzük és tapasztaljuk. De ott van-e az Isten hívő népének a szívében, hogy nem adom fel. Nem ingathatnak meg. És bár tudom, hogy ez van, mert erről beszélt az Úr Jézus Krisztus. Nem adom fel. És ha látom, hogy már-már feladnám, akkor tudom, hogy hová kell újra menni. Hogy ki erősít meg engem. Hogy tudok alatta maradni ennek a tehernek. A sátán az, aki el akar idegeníteni és el akar tántorítani. Mindig is ez volt a dolga. Mindig ezt tette. Embergyilkos volt kezdettől fogva. És amikor Péter megtagadja Jézust, biztos tudjuk, hogy mit mond az Úr Jézus előtte neki. Péter, a sátán kikért titeket, de én imádkoztam érted. Péter, te el fogsz bukni. Te el fogod felejteni, hogy engem követsz. Te meg fogsz engem tavadni, de én imádkoztam érted. És erősítsen benneteket, hogy Jézus Krisztus imádkozik értem. Jézus Krisztus azóta szüntelenül könyörög az ő hívő népéért, hogy erősíts meg őket, Atyám, mert meg fognak tagadni, meg fognak gyengülni, gyűlölködni fognak. Vágyfülűekké válnak, és nem akarják az én drága lelkemet, hogy vezesse őket. Ide-oda fognak imbolyogni. És Jézus Krisztus ezt teszi ebben a pillanatban is, értem és értem. Imádkozik, könyörög. Hogy megállhassunk, hogy kitarthassunk. Nyilvánvaló gonosz szándéka. Rászarrustát. Megrostál, azt mondja Jézus Péternek. Meg akar rostálni benneteket. Hogyha nagyobb lyuk van a rostán, a nagyobb darabok kiesnek. A hívő ember kiesik a rostán, ha elgyengül. Rostál a sátán. Fogyatkozik a hitünk, csak vigyázzunk, hogy el ne fogjon. Hogy el ne fogjon a hívő. Hogy az én hitem el ne tűnjön teljesen. Péternek azt mondja Jézus, majd megtérve, e
erősítsd a többieket. Meg kell térni megint. Hát megint meg kell. Mindig meg kell. És mindig csak abból kell megtérni, amiben elgyengültem. És ma azokból a dolgokból kell újra megtérnem Jézus Krisztushoz, amiben elgyengültél. Amiben hatott rád a gonosz. Amiben engedted, hogy a rostát rázva kiessél. Amiben gyűlölködővé és szeretetlenné váltál, amiben elhályosodott a szíved, hit terén, abból kell megtérni ma. És azt kell újra elmondani az Istennek. Egy ige szakaszsal szeretném befejezni. Timóteus könyvében olvassuk Pál második levelét Timóteushoz, a negyedik fejezet első-második versét. Kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Szégyenítsük meg a gonosz testvérek. Szégyenítsük őt meg. És dicsőítsük meg az Isten nevét. Azzal, hogy a helyünkre tehet Jézus. Most is akár. Milyen jó lenne abba az országba megérkezni győztesen, amelyről itt Jézus Krisztus beszél, és milyen jó lenne majd ott találkozni egymással, és rácsodálkozni, hogy te is itt vagy, én is itt vagyok. De jó, hogy itt vagyunk. Hát az üdvösség ez, testvérek, hogy az Úr Jézus Krisztussal találkozunk, és örülni fogunk. Isten adja, hogy így legyen, és végezze el a szíveinkbe. Imádkozzunk. Köszönjük neked, dicsőséges Úr Jézus Krisztus, hogy a te országod az nem mese, hogy a te országodról való beszéd az igazság, és köszönjük, hogy az angyalsereg teszi azt az imádságos munkát, amit te magad is teszel, miértünk nap, mint nap. Köszönjük, Urunk, a bátorítást és a biztatást, és köszönjük, hogy nem szűnsz meg értünk könyörögni. És légy irgalmas hozzánk, Urunk, azokban a dolgokban, amelyek megnehezítették és ellehetetlenítették az életünket. A te lelked vezetésére nagyobb szükségünk van, mint bármikor, Úr Jézus. Hiszen az idők gonoszak, és most van az az idő, amikor annyi gonoszság lesz körül. Könyörülj meg a te hívő népeden, hogy dicsőíteni és magasztalni tudjon. Könyörülj meg, amikor elkényelmesedik az élet, amikor már másodlagos a neked való szolgálat. Amikor már sokadlagos lesz az, hogy mentsük azt, aki elveszett. Urunk, segíts nekünk újjá születni ezekből a bűnökből, és újra megtérni hozzád, és hozni hozzád olyanokat, akik elveszettek, akik a te nyájadhoz kellene, hogy tartozzanak. Áll meg a mi életünket rád figyeléssel, és tőled vezetett életet kérünk. Könyörgünk, hogy hadd legyen valóság a mi szívünkben az, hogy mi téged ismerünk, hogy téged követünk nap, mint nap, és téged mutatunk be mindazoknak, akik a környezetünkben vannak. Légy áldott ezért a napért, azért, hogy elhoztál, és különösképpen azért, hogy a te gyermekeid lehetünk, és könyörülj meg azokon, akik nem azoknunk. És láttasd meg, hogy milyen nagy csoda, amikor az Isten fiakkal együtt magasztalunk téged, és majd magasztalhatunk oda át az örök üdvösségben. Amen. Amen.
ezt a csendes délután. Áldott legyen az ő neve, hogy itt lehettünk, és áldott legyen a neve akkor, amikor amire tanítok, az előtt kellő tisztelettel meghajlunk és megcselekszünk. Mert így kerek. Így kerek. Az utolsó nélkül nem kerek. Egy hazavezető igét, hadd mondjak, Jeremiás 3-ból szól az ige, a 19. vers. Azt mondom ugyanis magamban, miképpen tegyelek téged a fiak közé, és adjam néked a kívánatos földet, a pogányok seregének drága örökségét. És azt végezém, hívj engem atyámnak, és ne pártolj el tőlem. Édesatyám, légy áldott a kegyelemért, hogy megújíthattuk a szövetséget veled. Légy áldott a kegyelemért, hogy a te dicsőséges országodat megosztod velünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusért a te ellenségeidet fiakká tetted. Taníts szófogadásra, engedelmességre, alázatra és hálás életre. Köszönöm, Uram, a te hitben járó népedet Kárpátalján. És könyörgök, hogy akiket szomjasan hoztál ide és megitattad, megetetted őket, vidd haza békességbe, és engedd meg, hogy az a csend, amelyben megszólalt a te szabad, továbbra is ápolt csend legyen. Hadd legyen benne helye neked, és uralt ezt a csendet, mi pedig hadd élvezzük a veled való közösséget. Így áld meg a hazavezető utakat, és szenteld meg a szívünkben az elvetett igét, és adj dicsőséget a te szent nevednek, általunk és bennünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, tegyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy is. Minden nap a kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a megbocsájtunk az ellenünk végezőknek, és nem is minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Amen. Egy záró énekkel búcsúzunk egymástól. Köszönjük szépen mindazoknak, akik vették a fáradtságot, akik költöttek erre a napra, és feláldozták a délutánjukat, a pihenést. Kívánjuk, hogy az Isten tegye gyümölcsözővé az ő igényét. Hirdetem, hogy a május utolsó vasárnapján nagyszülősön lesz a csendes délutánunk, és június 22-én pedig Mezővárjban lesz a Csombolon Szabadultak családi csendes napja. Erre is hívogatunk, és szeretettel várunk mindenkit, és tessék ezért imádkozni, szervezni, és majd ott lennünk, és megerősödjön a szövetségünk Isten jöttével. A csombori asszonytestvéreknek köszönjük a süteményt, a szolgálatot, Isten velünk viszont van.